Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Kuzmányi István vagyok, állandó diákonos, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztője, főszerkesztője. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióba Kubik Annát, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hírnökét. Ugye 12 hírnök, 12 beszélgetés. Arra kérném a művésznőt először is, hogy röviden ismertetném a teljes igénye nélkül összeállított életrajzát, ezt hallgassuk meg. És hát egészítse ki akár, hogyha valami nagyon fontos kimarad, mert biztos lesz ilyen. Kubik Anna, ugye a Veszprém megyei Ősiben született, általános iskolába is ugyan ide járt, majd pedig Székesfehérvárra indult, és ott végezte be a gimnáziumot, ahol latin nyelvet is tanult. Volt egy időszak, amikor orvosnak is készült, és ugye jól olvastam, akkor a vértől való, vagy a vérrel való kapcsolat az, ami eltérítette erről az útról, aminek mi utólag őrzér örülünk. A Székesfehérvári Teleki Blanka gimnáziumban érettségizett. Aztán ugye 1977-ben a Kimit tudon úgy is szólították színpadra, hogy mint könyvesbolti eladó, erről majd fogom nagyon röviden kérdezni, ahol ugye a vers és a próza műfajban jeleskedett. A Színház és a Filmművészeti Főiskolán 1981-ben végzett, nem is akárkiknél tanult, a Kazimír Károly és Iglódi István tanítványaként, és ezt követően Iglódi István hívására Nemzeti Színházba szerződött. 1991-től több helyen is, a Budapesti Kamara Színházban, a Művész Színházban, Tália Színházban, aztán egy ideig a Nemzeti Színházban, majd pedig a Pesti Magyar Színházban, és sok helyen volt még egyébként vendég színész, illetve ez nem csak múlt idő, hanem jelen idő is, és jelenleg a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak a tagja. Egy gyermeke van, Csiszár Virág, számtalan kitüntetéssel ismerték el a művészi munkáját. Ezek közül csak kettőt szeretnék kiemelni, a Jászai Mari díjat és a Kossuth díjat. Kezdjük a legelején, ha szabad. Ugye egy Veszprém megyei kis településről beszélünk, ahol született, onnan származik. Hogyan tekint vissza erre a településre, ősire, a családi házra, édesanyjára, édesapjára? Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Nagy öröm mindig ősiről megemlékezni, mert meghatározó helyszín az életemben. Mindvégig jön velem, ahogy Sinka versében fogalmaz, jön a természet velem. Ősinek nagyon sok mindent köszönhetek. Ott eszméltem egy sok generációs római katolikus család sarjaként születtem. Szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, ameddig visszaemlékezünk, mindenki ebben a hitben nevelkedett, nőtt fel, és mi is, három lány. Édesapám bányász volt, édesanyám minket nevelt, és hát egy édeni gyermekkorom volt. Mindkét szülőm nagyon tehetséges volt, egyébként színpadon ismerkedtek össze. Ez nagyon érdekes, mert hát a háború után, amikor újjá kellett építeni a falut szinte, mert német front is volt, orosz front is mellettünk, ősi mellett, tehát volt teendőjük, és esténként mégis összegyűltek, és a maguk örömére színjátékokat vittek színpadra, és édesapám, édesanyám talán így találkozhattak, van is fényképem róla, még az első nővérem születése után is játszottak együtt örömmel, és sokféle, különösen édesapámnak nagyon sokféle tehetsége volt. Valahogy mindig úgy gondolom, hogy én az ő álmát teljesítem be, amikor ezt a hivatást választottam, valahogy én nem annyira tudatosan készültem erre a pályára, mint ahogy szerintem valahogy predesztinált erre a sorsom. Tehát az ő életét a háború teljesen ketté vágta, biztos, hogy tanulhatott volna, rendkívül intelligens ember volt, de aztán a három lány miatt már egy bányában talált munkát magának, és hát ott élte le rövid életét, de tartalmas életét. 58 évesen ő aztán, ahogy a bányászok élete végződik, természetesen sajnos ezt kell mondani, tüdőrák lett a vége.
addig három műszakban dolgozott nagyon-nagyon keményen, és mégis mindig úgy emlékszem rá kislányként, hogy munka közben, mert ahogy hazajött a három műszakból, akkor ő szőlőt művelt, és énekelt. Énekelt a népdalokat, műdalokat, és a templomra is úgy emlékszem, hogy az ő hangját hallom. A mai napig is beülök a kis gyönyörű ősi barokk templomunkba, az ő hangját hallom a kórusról. És akkor így a kultúra szeretetét, benne az ének, irodalom, versek, próza, ez akkor otthonról hozza magával a művét. És szerintem a templomból, abból a kis pici templomból, falusi templomból indult el az én fantáziám is sok felé. Hiszen még nem is nagyon értettem, hogy miről beszél a pap, hogy mi is a Szent Mise lényege. Ott ültem, minden vasárnap vittek a szüleink bennünket, és böngésztem a falakon levő képeket. Remélem egyszer majd visszakerülnek a szekkók is a falra, mert jelenleg le vannak fehérrel meszelve, de hát sokat dolgozunk azon, hogy ez a kis templom az megújuljon, és újból szép, ugyanolyan szép legyen. Tehát a képzőművészet fele, Jézus élete körülöttem volt, a stáció képei, hallgattam a gyönyörű szép énekeket. Tehát annyi fele indult el akkor az én kicsi világom, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok ennek a kis templomnak és a szüleimnek, hogy így indulhatott az életem, és egész 14 éves koromig ott élhettem, és most is visszamentem egy portréfilm kedvéért a két hete talán, mert tehát egy igazi meghatározó helyszíne az életem indulásának. És a latin tanulás az itt történt, nem a gimnáziumban. Én magánszorgalomból tanultam latinul, egy olyan tanárnőtől, Hargitai Zsuzsannától, aki nem is tudott latinul, de a kedvemért mindig megtanult egy leckét. Annyira orvos akartam lenni, én akkor még nem láttam színházat. Uh-huh. Tehát nem tudtam, hogy mi az a színház. Én csak azt akartam, hogy más, tehát abban láttam az életem, jövendő életem fénypontját, hogy másoknak segíthessek. És ezt én úgy orvosként gondoltam, így kislányként ki, hogy az talán a legjobb, legszebb foglalkozás a világon. És emiatt tanultam a latint, mondom, teljesen iskolán kívül, ingyen tanított engem, egy csodálatos, nagyszerű tanárnő volt az életemben, és amikor megláttam életem első színi előadását, onnantól kezdve viszont nem akartam más lenni. Ez hol volt és mikor? Ez Székesfehérváron történt, és hát ez a kőszívű ember fiai volt. Egy utazó Bartók színház volt akkoriban az utazó színház. Az adta elő, és akkor tehát én teljesen lenyűgöződtem, hogy a színpadról ilyet lehet látni, hogy Istenről beszélnek, hazaszeretetről, családról, és mindezt a Baradlai né figurájában láttam megtestesülni, és mindenki más az osztályból a testvérekről, a fiúkról írt, igen, a hősökről írt fogalmazást, és nekem pedig megőrizte a magyar tanárnőm ezt a fogalmazást, hogy egyedül én írtam Baradlai néről, és hogy ez vezetett, és hát milyen különös, csak így megemlítem, hogy milyen különös, hogy a jó dolgok így körbeírnak az ember életében, vagy hát kap egy, nem tudom, kegyelmet hozzá, hogy később megkaptam ezt a szerepet 2011-ben Veszprémben, a Pannonvár Színházban, és erről az előadásról mentem a parlamentbe a Kossuth díjat átvenni. Tehát valahogy megkaptam hozzá, azt hiszem, hogy az Isten szeretetét, hogy ha onnan indultam el, akkor ide így vissza. De sok ilyen visszatérő dolog van az életemben különben, ami úgy bizonyosságot ad, és úgy gondolom, hogy mindig jelzi az utamon a Jóisten, hogy most rendben van, vagy nincs. És a Jóistennel, amikor úgymond beszélget, imádkozik, vagy templomba megy, akkor hogyan tudná leírni nekünk a kapcsolatát? Nekem mindvégig a szeretet a Jóisten. Azt kaptam tőle az első pillanattól kezdve, és úgy gondolom, hogy most is, itt ebben a percben is így velem van. A kapcsolatom az teljesen
megrendíthetetlen vele. Soha nem volt bennem kételkedés, soha nem volt bennem ez ügyben semmifajta árulás. Uh-huh. Az egyházzal már más a helyzet, ott volt egy 10 év az életemben, amikor azt gondoltam, hogy tulajdonképpen, amin majdnem minden ember keresztül megy szerintem, uh-huh. hogy kell nekem ahhoz az egyház segítsége, hogy kell hogy közvetítő. Kell uh-huh. közvetítő. És akkor a lányom születésekor döbbentem rá az, hogy mennyire kell, mennyire fontos ez, és milyen a közös ima mennyivel több, mint az én saját esti kis készülődésem, hálaadásom, és az igazi megrendítő erejű volt így visszatérnem aztán az egyház kebleibe, még akkor is, hogyha néha úgy érzem, hogy javíthatnánk sok mindent, hogy tudnánk jobban is csinálni, hogy másfajta kapcsolatokat is tudnánk teremteni egy házon belül, de hát ez a dolgunk, ezért vagyunk. A színpadra vezető úton egy fontos mérföldkő 1977, aki mit tud? Hát nagyon, nagyon. Ez egy segítő út volt, ez a ki mit tudos győzelem, mert hát honnan tudhattam volna én azt egy kis faluból, Dunántúlról, vagy akár csak Székesfehérvárról is, hogy mit követel ez a szakma. Nem is tudtam, mire vállalkozom. A szüleim leginkább egyáltalán nem tudtak semmit róla. Akkoriban féltettek is nagyon, és kellett hozzá egy ilyen kis siker, hogy aztán egyenes utam legyen, harmadszorra vettek fel a színművészetére, de én soha nem a színművészetit vádoltam, nyilván én voltam setes uta, buta, nem uh-huh. tudtam, hogy kell felvételizni, nem tudtam, hogy megy ez, hogyan mutassam meg magam, én egy rendkívül zárkózott kis önmagamban forrongó gyermek voltam, egy biztos családi fészekből jöve, nem volt szükségem se önmutogatásra, se kifelé élésre, semmi. De hát a művészet meg ugye ezt megkívánja, nem az önmutogatást, mert azt mai napig is elvetem, hanem az, hogy megnyíljon az ember lelke, hiszen azt viszem fel a színpadra, és ebben nekem volt tanulnivalóm. Úgyhogy a Ki mit tud sikere volt az, ami egy kicsit előre lendített, és aztán a főiskolán nagyon sokat tanultam a mestereimtől is, az osztálytársaimtól is, erre a világra való nyitottságot, és az, hogy hogyan tudjam kifejezni azt, amit én legbelül érzek, de nem tudom kimutatni. Mi nagyon szeretjük Kubik Annát, a színésznőt, amikor színpadon van. Mikor érzi leginkább otthon magát a színpadon? Hát furcsa lesz, amit mondok, én mindig nagyon félek. Mindig nagyon félek minden színpadra lépés előtt, és hát biztos furcsa az én számból, ez így majd 130 színpadi főszerep, és még hol vannak a filmes és az összes többi rádiójátékok. És tehát volt egy 10 évem a pályámon, amikor mindenféle ágát, bogát művelhettem a szakmámnak, ez már ugye a rendszerváltás óta nem így van, mert elfogytak a tévéjátékok, és idétlen sorozatokban meg nem kívánkozom. Tehát most már nem, nincs ez így, de valójában tényleg nagyon-nagyon sokat dolgozhattam, egyik munka hozta a másikat maga után. Akkor érzem jól magam, hogy válaszoljak végre a kérdésre is, vagy akkor teljesedem ki, amikor elfelejtkezem magamról, Kubik Annáról, és azzá válhatok, amivé kell lennem éppen aznap este, és akkor el tudok mindenről, minden félelmemről, mindenről feledkezni. Valójában a mai napig is kétségbe vonom, hogy én erre a szakmára jól tettem el, hogy erre adtam a fejemet, de persze kapom a jeleket mellette, ellene, de mindig van bennem kétség, hogy annyi mindent nem tudok, és hogy mégis ott állok, és mondom, és sokszor nem is tudom, hogy mi az, amit mondani kell, de az biztos, hogy azzal a Babicsi sorral rendben vagyok, hogy hang vagyok az ő szájában. Tehát azt mondom ki, amit a lelkem legmélyén gondolok, azzal tudok azonosulni, és hát sok mindennel meg nem, amit muszáj kimondani. Uh-huh.
Nagyon sok szerepben ismerhette meg a közönség, ugye épp említette, hogy több mint 130 főszerepről van szó akár, és de talán a legemlékezetesebb az egy évszám, 1986. január 14-e. Mit jelentett ez az évszám a művésznő életében? Január 2-a volt ez, ez teljesen felejthetetlen, hiszen egy hosszú betiltás után vihettük színpadra az Advent a Hargitán című darabot, Sütő András darabját letiltotta a román állam, mondván arra hivatkozva, hogy ez egy román szellemi termék, és amíg nem mutatják be Romániában színpadon, nem jelenhet meg folyóiratban, azaz nem cenzúrázták, addig nem játszhatjuk el. De az előadás már elkészült. És hát akkor elindult egy húzavona, egészen a felső politika felső szintjén tárgyalták az ügyet, diplomaták jöttek, mentek, és a végén úgy döntött a központi bizottság, hogy aztán január 2-án megtarthattuk ezt a bemutatót, és hát ez maga tüntetéssé fajult. Mert hiszen egy olyan színdarabot játszottunk el, aminek a léte is már botrányosnak számított, hiszen Erdélyről, vagy a kisebbségben szorult magyarság sorskérdéseiről nem illet beszélni a kádári érában. Kádár is annyit jegyzett meg egyszer egy megszólalásában, hogy Romániában magyarok is élnek. És ez volt a legtöbb, amit lehetett hallani. De hát ez nem mehetett így az idők végéig, és ez a darab, ez erről szólt. És akkor megkaptuk az engedélyt, és aznap este az katartikus volt, és a további 200 este is katartikus volt. Végre szó eshetett az ottani magyarság problémáiról, az elvándorlásról, a falurombolásról, a csodavárásról, erről szól Árvai Réka története, és hát nekem meg fiatal színésznőként egy óriási nagy kihívást jelentett, hiszen négy nő alakot kellett megjelenítenem mindenfajta külső beavatkozás, átváltoztatás nélkül, tehát ez belül történt meg, eljátszhattam a saját lányomat, önmagamat 20 év múlva, saját anyámat, tehát egy igen bonyolult, nagyon nagy szerep volt benne a lehetőség, és hát ezzel éltem. Akkor sokan azt is hitték, hogy én erdélyi származású vagyok. Ennek örültem egyébként, mert ez azt jelentette, hogy tudnak azonosulni azzal a figurával, akit megjeleníthettem a darabban, szárnyalhattam. Volt egy gyönyörű imám, Sinkovics Imrének is volt benne egy nagyon-nagyon szép imája, szerintem erre a két imára nagyon-nagyon sokan emlékeznek ma is, és így ennyi év elteltével is hallom mindig, hogy sokan látták, sokszor látták, tényleg autóbuszokkal jöttek, vártak bennünket százak a Nemzeti Színház bejáratánál, emlékkönyveket kaptam, babákat, ruhákat, népi ruhákat, nagyon-nagyon sok minden ajándékkal elhalmoztak az emberek, tehát a legjobb persze az emlékezet, hogy emlékeznek rá, és hogy a nevemet összekapcsolják egy ilyen nagy szereppel. Egyébként volt előzménye, mert én a színészi pályámat a Csíksomlyói Passióval kezdtem, ahol Ancillát játszottam. Azt a 400 körül hagytam abba azt a szerepet, azt is végigugráltam, a Kerényi Imre rendezte. 81-ben a Várszínházban volt a bemutatója, és már ott elindult egy ilyen gondolkodás Erdélyről, tehát azt is ünnepként tart, nem is annyira színházi előadásként, mint egy szakrális játékként tartották számon akkor, és tulajdonképpen azzal indult ez a sorozat, amiről most volt alkalmam Csíksomlyón is beszélni, Bőte Csaba miséjén, a Ferencesek biciklitúrája végeztével, hogy néha úgy érzem így végig tekintve a pályámon, hogy egy ilyen híd szerepet tölthettem be a színpadon talán ezekkel a szerepekkel, mert aztán jött a Gyökér és Vadvirág tévéjáték, amit Tamási Áron novellájából írt át, és egyszerűen csodálatos tévéjáték született belőle, arra is sokan emlékeznek, sokszor ismétli a televízió,
filmkritikusok díját kaptam rá. Aztán később jött az erdélyi verstábor, amit már 10. alkalommal rendeztünk volna meg, ha nem jött volna most a pandémia, de azt is egy pici kis csíki faluban, Csíkcsomortánban évről évre megrendezünk. Tehát nekem van egy kötődésem oda, és hát közben meg 18-20 éves koromig azt sem tudtam, hogy létezik ilyen, hogy valaki a határon túl még 1000 kilométerrel magyarul beszél, és hogy élnek ott is csodálatos emberek és magyarok szívükben, lelkükben. Egy gondolat erejéig még vissza kanyarodva az Advent a Hargitánhoz, ugye abszolút meghatározó volt a darab, mert hogy említettem is, mielőtt kezdtük a beszélgetést, hogy nagyváradi származású vagyok, és hát a forradalom után hát szinte népünnepnek számított az, hogy ott is színpadra lett állítva. Igen. Eljöttek a Nemzeti Színház színművészei, és magam is többször láttam, hogy a Nemzeti Színházban a műnek a szerzője Sütő András, a műben most már talán bátran lehet erről beszélni, hogy színész legendákkal játszott együtt, mint Sinkovics Imre, Agárdi Gábor is sorolhatnánk még. Milyen volt, mert ha jól tudom, akkor tudtak találkozni a próbák alatt is, akár Sütő András, aki mentek hozzá Erdélybe. Milyen volt vele találkozni, és milyen volt hát a színész legendákkal együtt játszani? Így visszatekintve tényleg hát borzongató, hogy milyen nagy színészekkel játszhattam együtt. Már az első nagy Nemzeti Színházi bemutatómban, a Rómeó és Júliában hihetetlen nagyságokkal játszhattam együtt, és hát repülhettem köztük. Ma így visszatekintve én is azt mondom, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy mertem megszólalni köztük, mert tényleg tehát nem gondol senki arra, hogy úgy kezdi a pályáját, hogy Júlia a Nemzeti Színházban, és Sinkovics Imre, és Őze, és Szemes Mari, és tehát a Kállai, és a legnagyobbak közé kerültem be. De akkor ott hiányzott egy generáció a Nemzeti Színházból, és ránk ontották a feladatokat. Vámos Lászlónak az volt az elve, aki a főrendező volt, hogy teher alatt nő a pálma, és egyik főszerep jött a másik után. Júlia, Melinda, Tünde, Grúse, Porcia, Johanna, tehát ezek így egymás után hozta egyik szerep a másikat, és nem gondolkodtunk. Az nagyon jó volt, hogy nem méricskéltük a hatást, és nem arra gondoltunk, hogy na ez majd milyen lesz, meg hogy lesz, meg mindent, hanem egyszerűen koncentráltunk a feladatainkra. Akkor került a Nemzeti Színházhoz Bubik, Rubold, Hirtling István, Götz Anna, és kialakult egy fiatal csapat, és húztuk az igát a nagyokkal együtt, és mindjárt az első pillanattól kezdve nagyszerű kapcsolat alakult ki köztünk. Csak azt láttam magam előtt, hogy megjelenik a folyosón, és Sinkovics Imre kitárja a karját, és édesapám éppen akkor ment el, és nekem ez óriási érzés volt, hogy ott ő meg megölelt, és azt mondta, hogy Isten hozott kis Kubik, és így indult az ottani életünk, és nem féltünk, mert láttuk, hogy vigyáznak ránk, hogy nézhetjük őket munka közben, ez egy második egyetem volt, hogy kell egy szerepet felépíteni. És hát nagyon sok mindent tanultunk tőlük, Sinkovics Imre, tehát azt nem lehet elmondani, hogy ő mi mindent adott tőle, megtanulhatta az ember azt, hogy a mi feladatunk nem csak a üres szórakoztatás, hanem a nevelés, amiről ma nagyon gyakran elfeledkezünk a mai színházban, hogy ez is a feladata a színháznak. Az ifjúság, az identitás erősítés, annyi minden fér ebbe a pályába, ami szép és nemes, és amiről ma már kevés szó esik, mert egyre inkább az üres szórakoztatás fele megy el az életünk, és emiatt egy kicsit kedvetlen is az ember ettől. És milyen érzés az, hogy hát most már a művésznő van az első sorban, ahol régen Sinkovics, Agárdi Gábor volt, hogy most hogyan tudja továbbadni így a stafétát? Hát ezt nem érezzük. Ezt nem érezzük, mert a helyünket gyakorlatilag átvette egy másik világ, a celebvilág.
Tehát gyakorlatilag, hát nem tudom, nagyon, nagyon rosszak a tapasztalataim. És a színész társadalmon belül, tehát hogy amikor jönnek a fiatalok, ők hallgatnak még, vagy kérik a tanácsukat? Vagy? Most azt veszem észre, hogy van egy-két kedves helyi közösség, de igazából mindenki, ugye fiatalkorban egy fiatal művész arra törekszik, hogy saját magát megvalósítsa, hogy ismerté, tegye magát, és ez ma elég gyatra dolgokban történik meg. És még azt az értéket sem tudja a nézőközönség megtalálni, aki tényleg van, mert hisz alig tudnak megmutatkozni tényleg egy-két bugyut a Szappan Opera, vagy a nem tudom, Vidék egygyalázó, ilyen-olyan sorozatok, azok mennek, és hogyha ebben szerepel valaki, akkor sztárnak hiszi magát, akkor már rögtön megmondó ember lesz, és politikába szól, és nem tudom. Tehát mi nem ezt tanultuk annak idején. Sokkal több szerénységre, alázatra neveltek bennünket, a pályatársaink is, meg maga a színház, és az eljátszott szerepeink. Erről mindig keveset beszélünk, de azok minket alakítottak. Nagyon fontos állomás a színész életében az, hogy milyen szerepeket kap, és azokat hogy értékeli, és hogy gondolkodik róla, és hogyan hat vissza a játszó személyre maga a szerep. És ez nagyon fontos dolog. Úgyhogy ezt sajnálom a mai színi világban. Ma is vannak nagyon roppant tehetséges, helyes fiatalok, hogy kinek mi lesz az útja, az már több mindentől függ. És leginkább a fennvalótól, hogy kire milyen szerepet szán. Mert ezen nagyon sokat tűnődöm, hogy én magamról is csak azt tudom elmondani, hogy csomó tehetség hiányzik belőlem, ami ehhez a pályához kellene, vagy csomó, nem is tudom, hogy fejezzem ki, összetevő, de mégis kaptam egy utat, ami fontos, és amin járok. Sok nálam ezerszer tehetségesebb ember meg nem kapja meg ezt az utat valamitől. Lehet, hogy azért, mert nem vállalja ezt be, hogy hang vagyok az ő szájában. Lehet, hogy más feladatok felé szívesebben megy, vagy felületesebb lesz az élete, vagy tényleg nem. Tehát nem megfejthető az, hogy ki hol és miért tart. Mondom mindezt úgy, hogy nem akarok se ilyen kiválasztott szerepében tündökölni se, tehát Isten mentsen távol áll tőlem ez a dolog, de azt tudom, hogy kell egy út, amin haladunk, és ahhoz kell az Isten segítsége. Én ezt tudom a pályámról elmondani. Szomorúan olvastam a minap egy cikket, arról szólt, hogy egy maroknyi iskola maradt Magyarországon, ahol egyáltalán latint tanítanak. Tehát, hogyha van, ugye szoktunk arról beszélni, hogy kémia meg fizika szakos tanárból már alig-alig van, de hát latin szakosból aztán végképp. Magam nagyon szeretem a latint, bevallom őszintén ezért is szerettem meg többek között Szabó Magdát, igen, aki a latin kultúrának volt szerintem az utolsó doyenje Magyarországon. Az utóbbi években a régi módi történetben is láthatjuk, igen, mit jelent a Szabó Magda műveinek a színrevitele a művésznő életében. Jó volt, hogy eljátszhattam Debrecenben, és aztán utána Csikós Sándor rendezésében, és utána eljátszhattam tavaly előtt Győrben, ami hát egy óriási újbóli találkozás volt Riklő Máriával. Hát ez egy nagyon nagy sorsú nő, Szabó Magda ugye a saját életéből merítette. Ezt a színdarabot írta meg, és Debrecen szerintem örökké hálás lehet érte, hogy ez megszületett, ez a mű, ugye először regényként, aztán színpadra is alkalmazta ő saját maga. Olyan nagy életet mutatott föl a nők számára, hogy ez örökké sikeres lesz szerintem ez a színdarab. Győrben óriási menetelés volt, minden alkalommal kiabáltak, álltak a nézők, és úgy ünnepelték. Nagyon jó játszani Szabó Magdát, mert érti a fortéjait a színpadnak. Hát egy nagyon nagy tehetségű ember volt, nagyon nagy műveltséggel, és
olyan nő alakot mutatott be tulajdonképpen, ami nem idegen a magyar történelemben is akár, vagy a nagy magyar családok történetét végignézve. Én azt az újdonságot tettem talán bele Rékül Máriába, hogy ő nem volt mindig kemény és durva nő, ugye ráfogják, hogy olyan durva, mint egy, nem is tudom már milyen hasonlatot kőszikla, de tehát, hogy azzá tette az élete, hogy kényszerűen helyébe állt a férfinak az életében, akiben valaha szerelmes is volt, tehát volt benne poézis is, azt is megírja Szabó Magda. Tehát nem úgy született ő, ahogy végezte, hanem azzá tették a körülmények. Át kellett vennie egy család irányítását, egy vagyon kíséretét kellett ellátnia a családon belül. Minden ráhárult, és neki férfiként kellett helyt állni, és ez bizony torzítja a jellemet. Ezért lett olyan, amilyen. De még humora is volt. Tehát, hogy mindezt összevetve állítottam fel az én Rékül Máriámat, és ezt Bagó Bertalan rendezte Győrben, és tényleg ezt szerintem megérezték a nézők, hogy ki is lehetett ez az asszony valójában, és miért lett olyan, amilyen. Ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy ugye túl vagyunk három hullámon, a pandémiában, hogy ez mennyire változtatja meg az életünket. Ugye magam is hajlok afelé, hogy azt mondjam, hogy reménykedtem, vagy reménykedek abban, hogy valóban nem onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez olyan nagy rontánsként jött ránk talán ez a pandémiás helyzet. Hogyan látja a művésznő az eddigi pályája alapján, hogy tényleg hogyan tudnánk emberibb emberek lenni? Az biztos, hogy bebizonyosodott, amit nem is gondoltunk volna, hogy mennyire szükség van ránk, mennyire szüksége van az embereknek a művészetre. Úgy gondoltuk, hogy először minket fognak majd nélkülözni, és hogy nem lesz művészet, és kimarad az életből ez a dolog, de már az első nap, ahogy hazaküldtek bennünket egy bizonyos március 14-én, már akkor jöttek a kérések, hogy akkor mondjunk legalább Zoom-on verset, mondjunk, ilyen felvételt küldjünk, olyan felvételt küldjünk, és mi tettük is a dolgunkat, és nagyon hálásak voltak érte az emberek. Tehát igenis kell a léleknek is táplálék, nem csak a testnek, pedig ugye mindenki azt tippelte, hogy majd csak mindenki azzal foglalkozik, hogy lesz-e otthon elég WC-papír, bevásároljon, és lesz-e otthon valamilyen élelme, és semmi más. És ez nem így van. És ez nem így van. És ez nagyon fontos volt megtapasztalnunk, hogy kellünk. Én művészként ezt a pandémia hozadékának értékeltem, hogy nem is gondoltam volna, hogy tényleg, hogy fontosak vagyunk. És valahogy el is vált szerintem itt a művészetben sok minden. Tehát az értéktelenebb dolgok azok valahogy lemaradoztak, és ez fontos volt számomra megtapasztalni. Nem emlékszem egy negyed órára sem, amikor unatkoztam volna az egész pandémia alatt, de most már nagyon vágyom rá, hogy bármilyen félelmetes is, de nézők elé kerüljünk újból. Kell a közönség, és hát két darabbal is készen vagyunk. Nagy lecke mindegyik, az Öreg Hölgy látogatása Dürrenmatt darabja, így bemutató előtt egy nappal hagytuk abba, úgyhogy ez még hátra van Debrecenben. És egy vígjáték is, az Edmond című vígjáték, amiben két szerepet is játszom, Sara Bernardot és egy öreg súgónőt. Ez egy vígjáték, és nagyon, nagyon aranyos francia darab. És hát Győrben pedig ismét meghívtak, és készülök egy Fedáksáriról szóló színdarabra, úgyhogy nem fogok unatkozni a következő évben sem, és remélem, hogy jó Isten most ezt a figyelmeztetést megadta nekünk, nem elsőre teszem hozzá. Tehát ez már egy komolyabb figyelmeztetés volt, és muszáj lenne észhez térnie az emberiségnek, mert különben jön a sorozat tovább. Említette, hogy
több mint 130 fő szerepen van túl. Azt is említette, hogy a színész akkor jár jó úton, hogyha tanul azokból a szerepekből, azokból a darabokból, amiben játszik. Van olyan kiemelkedő szerep, amire, ha visszatekint, azt mondja, hogy az adta az életében a bizonyos helyzetben a legnagyobb fogóckodót? Hát sok ilyen van. Szóval én, hogyha vagyok egy ilyen mondjuk elesettebb pillanatomban, akkor van kihez fordulnom. És mondjuk a legszebbek, és számomra a legtöbbet azok a szerepek adták, amikben tényleg a hitemet tudtam kifejezni, és amiben reményt és kapaszkodót tudtam adni talán a közönségemnek. Ez nekem magamnak is szólt mindig, minden alkalommal. Csodálatos pillanatokkal ajándékozott meg a Jóisten. Ezekről majd szeretnék beszélni az eukarisztikus kongresszus záró eseményén, annak is a délelőttjén lesznek majd ilyen kis tanúságtételek, kis hitvallások, és ezekben szeretnék majd ezekről a szerepekről beszélni, mert ezek valójában mindig akkor jöttek ezek a gyönyörű pillanatok, amikor egyé váltunk, és amikor önmagamat is kifejezhettem, és a magam kívánsága egyesült egy imában a szereplő kívánságával. Ilyen volt például a Szent Johanna Gyulán, amikor minden előadást szinte hidegben, viharban és szélben játszottuk végig az előadást, és mindig ugyanarra a pillanatra, ugyanarra a pontra mindig elállt a vihar. És én a Isten szabad ege alatt imádkozhattam, és mondhattam el Johannának azt a gyönyörű monológiát, amiben arról van, hogy egyedül van. Mai napig is emlékszem azokra a mondatokra. Azok most is erőt adnak, és végig mennek az életemen, vezetnek. Ilyen mondatok vannak benne, hogy egyedül vagyok az egész világon. De hát Isten is egyedül van. És mi az én magányom az ő magányához képest? És Franciaország is egyedül van, ezt persze behelyettesíthetem Magyarországgal, és mi az én magányom a hazám magányához képest? És most már tudom, hogy Istennek az elhagyatottsága az ereje. Hát akkor az én erőm is majd ezentúl az elhagyatottságom lesz, és küzdeni fogok, és tehát ezek és hasonló más mondatok más szerepekből végig kísérnek az életemen, és úgy érzem, hogy akkor teszem jól a dolgomat, hogyha ezt a reményt, ezt másnak is adhatom. Hogy víghitet adj. Még az álmokat se hazudni, mégis víghitet adni másnak. Ez két adisor, és nekem ez bevált. Én ezen az úton próbálok megmenni, tántoríthatatlanul, amennyire bírok, és remélem, hogy ez mások számára is fontos. Ha szabad egy kérdést a személyes életével kapcsolatban feltennem, egy nagyon szenzitívet, hogy ugye a színpadon számtalanszor találkozik a halállal, de a személyes életében ugye van két haláleset is, ami megérintette. Ugye az egyik, hogy a Bubik István a legjobb barátja, a másik pedig a férjének a hasonló autóbalesetben bekövetkezett halála. Hát szerelem, igen, egy barátság és egy szerelem. De hát a szüleim halála is ide tartozik, tehát ezeket is úgy éltem meg, és minden alkalommal menni kellett este játszani. És hogyan élte túl ezeket a tragédiát? És akkor ráadásul ugye vígjáték, ezekből kettő még vígjáték is volt. És tényleg hogy lehet felállni ilyenkor a színpadra? Az utolsót éltem meg nehezebben, ott nem is vállaltam aznap este, ott egyszerűen nem ment. És akkor hát természetesen segítséget kértem, és akkor Grácián atya volt az, aki azt mondta, hogy úgy tudom végigélni, vagy egyáltalán az estét lebonyolítani, hogyha szenvedés lesz,
amit érezni fogok, de ha ezt a szenvedést felajánlom az elhunyt lelki üdvéért, akkor ez nem csak hogy kibírható lesz, hanem egy ajándék is lesz. És ez volt talán olyan vigasztaló mondat, ami talpra állított akkor, és hát nagyon, nagyon másképp tekintek ma már, talán ezek által, az esetek által is a halálra. Egészen más a hozzáállásom, biztos ezt kellett tanulnom általa, és tehát úgy tekintek a halálra, hogy nem kell siránkoznunk, hiszen mi katolikusok végül is az örök életért vagyunk, azt kapjuk ajándékba, és nem biztos, hogy de Platón is ezt mondja, hogy nem biztos, hogy ez. Nem tudjuk, hogy van ez, az átlépés pillanata nyilván mindenkinek félelmetes, de oda vágyunk mindannyian, tehát miért kellene ezt hihetetlen tragikumként élni. Nekem ezek a halálok tulajdonképpen hatalmas értékek is, mert nem veszítem el ezt a szerelmet, ezt a barátságot, a szüleimet, soha nem fogom elveszíteni. Ők vannak. És lehet, hogyha még ez nem következik be, akkor ezek elvesznek. De ezek nekem már örök értékek. Mindig itt lesznek velem, vannak is, érzem is, és hát remélem leszünk is együtt majd. Egy karnyújtásnyira vagyunk a világeseménytől, az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszustól. Hogyan fogadta a hírt, amikor felkérték hírnöknek, és miért vállalta? Hát igen, ez nagyon, nagyon meglepő volt, mert hát úgy gondolja az ember, hogy szenteket keresnek ilyenkor, és akkor ebben semmiképpen nem illik bele az ember, ugye? A sok esendőségével, gyarlóságával, hibájával, mindenével. Ebben a sorban ő nem állhat be. De aztán azt mondta a bíboros atya is, és mindenki, aki próbált erre rá segíteni erre a feladatra, hogy a hírnökség az angyal, angyalság, angyali jelentés, és hogy ebbe beletartozhat az ember hibákkal is, és bűnökkel is, és minden emberi gyarlósággal együtt, de talán egy hiteles életút az sokak számára vonzó lehet, vagy jelentéssel bíró, ilyen értelemben vállaltam el, és nagyon, nagyon megrendített ez a felkérés, ezt hozzáteszem. Engem biztos, hogy sok gondolkodásra késztetett, kényszerített, és ez az én pályámon most ez nagyon, nagyon fontos volt, egy továbbvívő erő, és várom, saját magam is várom a hitem megújítását tőle, és nagyon várom azt is, hogy másoknál is ez bekövetkezzen. A ma a világ nem olyan, mint 1938-ban volt. Nagyon nehéz, ha szabad idéznem azt, amit Csíksomlyón is idéztem, hogy meggyőzzem a székelyeket, hogy miért fontos ellátogatniuk a kongresszus eseményeire. Én Márton Áronhoz fordultam, tudok róla, hogy az ő mártír püspökük nagyon nagy példakép, és én már többször olvasgattam az ő írásait, és egy helyütt rábukkantam egy gyönyörű mondatára. Ugye így hangzik, hogy az egyetemes bizonytalanság éveiben megbizonyosodhattunk arról, hogy egyedül vagyunk, és a magunk erején kívül csak Istenre támaszkodhatunk. Na most úgy érzem, hogy ezt hiába nagyon-nagyon régen írta le, az egyetemes bizonytalanság az csak növekedett a világban, és arról is meggyőződhetünk, hogy ma még magányosabbak vagyunk, mint voltunk, akár csak a magyarságot tekintve is, és ha nem Istenben bízunk, akkor végünk van. Nincs más út, csak az Isten útja, és hogyha ez a kis nép ebben nem hisz, akkor el fog veszni. És ezért lenne nagyon fontos, hogy mutassuk meg, hogy vagyunk, és hogy vonzunk be minden jó szándékú embert.
nem csak római katolikusokat, mindenkinek legyen ez ügye, ez a kongresszus, és jöjjenek, és vegyenek részt ezeken a csodálatos programokon, hiszen majd 100 évente adódik ilyen. Nem is tudom, hogy valószínűleg a mi életünkben már nem fér be még egy ilyen csodálatos esemény, ilyen emberekkel a világ minden tájáról, az imák, a közös imák együtt, a pápa jelenléte, ez megkoronáz mindent, és nagyon, nagyon remélem, hogy sokak fognak érdeklődni ezután, és jelen lesznek a kongresszuson. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, különösen azt, hogy elvállalta a művésznő, hogy angyala legyen ennek a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak, ami ugye szeptember 5-e és 12-e között lesz itt Budapesten. Miközben megköszönöm a kedves nézőknek és hallgatóknak is a figyelmét, szeretnék mindenkit buzdítani, hogy látogasson el az Eukarisztikus Kongresszus honlapjára, a www.iec2020.hu-ra. Ott van egy regisztrációs fül, ha még nem tette meg, vagy nem tettétek meg bátran, ott minden segítséget meg lehet kapni, egy telefonszám is van, hogyha telefonos segítségre van szükség, és bízunk benne, hogy akkor tudunk találkozni együtt Jézussal, Ferenc pápával és Kubik Annával is a kongresszuson. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és köszönöm szépen a figyelmet. Én is köszönöm.